növekvő támogatás 15%-kal évi 4,7 millió euróra nőtt a méhészeti ágazat pénzügyi segítése hazánkban. 500 milliós felújítás, visszakerül az egyház tulajdonába a Tokaji Szent Miklós ortodox templom, valamint korszerűsítik az épületet. Új eszköz, új lehetőségek, 4-5 éven belül akár 200 főre is emelkedhet a nyíregyházi Colorpack Kft. Dolgozói létszáma. A minőség megőrzése és a magyar mézek piacra juttatása most a legfontosabb feladat, mondta el híradónknak Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagy István kiemelte, a hamis mézek kiszűrése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a minőség ellenőrzésre, illetve a magyar méhészeti ágazat segítésére. Ez az előző támogatási ciklushoz képest 15%-kal több, évi 4,7 millió euró támogatást jelent. Augusztusban már csak a kaptárak körül repkedtek a méhek, számukra az éves munka ekkor már véget ért. Jól gyűjtögettek, hiszen még az is közel 25 kg mézet tudott termelni a megyében, aki nem vándorolt a méhekkel. De nem csak a mennyiséggel, hanem a minőséggel is elégedettek lehettek a termelők. Az akácmézünk az jó mennyiségben és jó minőségben termett meg. Mondhatnánk, hogy egyik kiemelkedő évünk volt, ha családveszteségekről nem beszéltünk volna. Akik vándoroltak évközben, azoknak akár a napraforgó, akár más vadvirágmézek vagy vegyesvirágmézek is megtermelhetővé váltak, és azoknak a minősége és mennyisége is megfelelő volt. A magyar méz minőségének megőrzése pedig a kormány számára is az egyik legfontosabb feladat. Nagy István híradónknak úgy fogalmazott, a magyar méz hírneve olyan meghatározó márka, amelyet hosszú ideig fent kell tartani, ha eredményesek akarnak lenni a nemzetközi piacon. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az eredményességhez az is szükséges, hogy a mézből, mint alapanyagból terméket állítsanak elő. Jelen pillanatban az a tendencia, hogy a magyar méhészek mintegy 20 000-en megtermelnek 20 és 30 ezer tonna közötti mézet, ebből 20-25 ezeret exportálunk külföldi országokba. Csak hogy mi ezt hordóba lédikként tesszük, és a külföldi palackozó üzemek töltögetik üvegbe, készítenek belőle terméket, duplázzák meg vagy triplázzák meg az árakat, és úgy viszik a forgalomba. Ennek a jövedelme ez nagyon hiányzik a magyar méhész társadalomból. Az Európai Unió és a magyar kormány 50-50%-os finanszírozásában éppen ezért évi 4,7 millió euró támogatáshoz jut a magyar méhészeti ágazat. Ez több, mint 15%-kal haladja meg az előző támogatási ciklus forrásait. Azt próbáljuk elősegíteni minden egyes támogatással, hogy hogyan tudnak a magyar méhészek palackozó berendezéseket vásárolni, hogyan tudjuk a kiszerelést ösztönözni, hogyan tudjuk a piacra juttatást, a közvetlen értékesítést erősíteni a magyar méhészek körében. Ez most a legfontosabb prioritás. A piacra jutás elősegítése és a magyar méz hírnevének megőrzése érdekében komoly szerep jut a folyamatos mézvizsgálatoknak, a termelői méz azonosítására létrehozott mézszárszallagnak és a termelői mézes üveg használatának is. Az utóbbi időben ugyanis megszaporodtak a hamisítvány mézek Európában. Az Országos Magyar Méz Egyesület a nemzeti programba is lehetőségen nyílt, hogy mézeket vizsgáltasson be. Akár itt a polcokról levert mézekről, vagy akár a termelőktől, az zárszalagos méhészektől begyűjtött mézek vizsgálati eredménye tökéletes volt végül is, semmilyen idegen anyagot, és csak minden méz azt, amit fel volt rajta tüntetve, azt tartalmazott. A magyar méhészet 22-25 milliárd forintot tesz ki a mezőgazdaság éves termelésében. A méh családok száma Magyarországon meghaladja az 1 milliót, a méh sűrűséget figyelembe véve az Európai Unió 27 tagállama közül a második helyen áll hazánk. Rekord közeli meleg lehet a hét elején hazánkban. Szerdáig a napi maximumok akár a 17-18 fokot is elérhetik. A hét második felében azonban ismét visszatér a tél, havas esőt és havazást is ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hideg és a melegfront sokszor az egészséges szervezetet is megviselheti. A hét különösen azok számára lehet nehezebb, akik érzékenyek az időjárás változásra. Egyrészt ugye, aki frontérzékeny is tudja magáról, hogy milyen jellegű panaszai szoktak jelentkezni, az érdemes, hogy
tartson magánál megfelelő gyógyszert, hogyha fejfájós, akkor tartson magánál mindig fájdalomcsillapítót, könnyű vegyes étrend, folyadékfogyasztás. Megelőzésképpen hasznos az, hogyha rendszeresen mozgunk, sportolunk, fitten tartjuk magunkat, hiszen akkor sokkal jobban meg tudunk birkózni ezekkel az időjárás változásokkal. Ismét az egyház tulajdonába kerül a tokai Szent Miklós ortodox templom, hangzott el a Magyar-Orosz Barátság napi ünnepségen. Ezt a rendezvényt 5 éve szervezik a településen II. Rákóczi Ferenc és Nagy Péter cár jó kapcsolata, és a köztük kialakult bordiplomáciára emlékezve. Az ortodox templom korábban a görög-katolikus egyház, majd az önkormányzat tulajdona lett, mintegy 100 év után kerül vissza az építtető egyházhoz. Az átadás után 500 millió forintból felújítják majd az épületet. Civil kezdeményezésként indult. 5 éve minden Szent Miklós napon a Magyar-Orosz Barátságra emlékeznek Tokajban. A II. Rákóczi Ferenc és Nagy Péter orosztár közötti jó kapcsolat a bortermelőkre is kihatott. Már a 18. században is több mint 50 ezer litert szállítottak hegyaljáról a cári udvarba. Később Orosz Borvásárló Bizottság is alakult. A 285 éve létrehozott szervezet feladata az ekkor már világszerte ismert, főként minőségi édesbor oroszországi exportja volt. De a két ország kapcsolata jelenleg is fontos. Nem csak azért van jelentősége, mert 65 éven keresztül folyamatosan működött a borfelvásárlás, és valamikor II. Rákóczi Ferenc és Nagy Péter cár indította az egész mozgalmat, hanem azt gondolom, hogy a történelmünket ápolni, hagyományainkat tiszteletben kell tartani. Annak idején, amikor működött a borbarátság és a borfelvásárlás, akkor Tokaj települése nagyon jól élt ebből. Tokaj települése ugyebár annak a 27 történelmi borvidéknek az egyike, ami a Tokaj hegyen található, azt gondolom, hogy a jövőben még nagyobb figyelmet igényel. Az oroszok Tokaj hegyaljára és a kelet-magyarországi térségre vallási hagyományokat is hoztak. A borvásárló bizottság működésének hatására kezdték felépíteni a Szent Miklós ortodox templomot Tokajban, amely a település egyetlen, a térségben pedig a legnagyobb ortodox templom. Az épület később a görög-katolikus egyházi, majd az önkormányzati lett. Most mintegy 100 év után kerül vissza az építtető egyház tulajdonába. Mindenképpen szükségesnek ítélem, hogy az egyház visszakapja a jogos tulajdonát, hiszen ortodox őseink azért építették ezt a templomot, hogy az templomként funkcionáljon, az istenháza legyen, ne pedig valami egyéb olyasmi épület, aminek szánták az elmúlt időszakban galériaépület, vagy esetleg raktár, vagy még más rosszabb dolgok is történtek templomokkal. Tokaj városát mindig is az egyházi sokszínűség jellemezte. Az alig 5000 lakosú településen jelenleg a római és a görög katolikus, az evangélikus és a református egyház is aktív, de mellettük az ortodox és izraelita hitűek is saját templommal rendelkeztek régen. A templom átadása a vallásgyakorlás mellett a turizmust is segítheti majd. Én azt nonsensnek tartom, hogy egy templom önkormányzati tulajdonban legyen. Én azt gondolom, hogy az ősök nem ezért építették ezeket a templomokat, vagy ezt a templomot, hanem azért, hogy ott azok a hívők, akik ortodox hívők, ott tudják gyakorolni a vallásukat. És ez a legfontosabb üzenete, hogy minden a helyére kerül. A templomnak az egyháznál van a jó tulajdona, és én bízom abban, hogy ez a tulajdon nem csak egy tulajdon lesz, hanem kialakult Tokajban egy új hitközség, ami mindenképpen erősítheti Tokajt, erősítheti az itteni hittéletet. A térségben körülbelül 100 ortodox hívő ember él. A Szent Miklós templomot az átadást követően felújítják. 500 millió forintot fordítanak az épület rekonstrukciójára. Az egyház bízik abban, hogy az átadás és a felújítás hatására visszatérnek a hívek is a templomba. Akár 200-ra is emelkedhet a Colorpack Kft. Dolgozói létszáma a következő évek fejlesztési programjának köszönhetően. Ennek első lépése, hogy egy olyan gép vásárlására nyer támogatást az üzem, amely a papírlap mellett műanyaggal és fémmel bevont anyagra is képes nyomtatni. A 2,5 millió eurós eszköz hazánkban egyedülállónak számít. A Kft. Ennek az összegnek a felére nyert Ginop forrást. 80 tonnás szupergyors gép, óránként 18 ezer ív, a kapacitása ugyanis ennyi csomagolópapír nyomására képes egy óra alatt. A német gyártmányú gépből ittenél a nyíregyházi cégnél található az egyetlen magyarországi példány. Gyorsabban, jobb minőségben és alacsonyabb áron lehet előállítani a terméket. A gépbe táplált kontrollfunkciónak és precíz színadagolónak köszönhetően pedig a lehető legkevesebb selejt keletkezik a nyomtatás során.
A nyíregyházi Colorpack Kft. Az egyik vezető hazai nyomdaipari cég. Ezt az egyedülálló technológiai beruházást 2,5 millió euróból valósította meg. Ginopos pályázaton nyert 50%-os támogatást az eszközre. A gép azért kuriózum, és ezt a kuriózumot szeretnénk kihasználni benne. Terméket különösebbet nem tud. Tehát nem tud olyan dolgot, amit eddig Magyarországon ne tudtak volna más cégek megcsinálni. De sokkal hatékonyabban és sokkal jobb minőségben tudja, mint ezt valaha valaki is tudta Magyarországon ma. Ezt szeretnénk kihasználni. Ennek a különlegessége alapvetően az UV technológia. Az UV technológia abban érdekes, hogy bár nyomdáról beszélünk, és alapvetően papír alapú csomagolóanyag gyártásról beszélünk, innentől kezdve képbe jöhetnek a műanyag, illetve fémmel bevont alapanyagok is, és ez azért sok ajtót kinyithat előttünk. Az új technológia bevezetése a cég 5-6 éves fejlesztési programjának első állomása. 80 fő dolgozik a nyomdaipari üzemben, a fejlesztések révén akár 200-ra is emelkedhet majd a foglalkoztatottak száma az 5. év végére, mondta el a vezérigazgató. Hozzátette, náluk is gondot okoz a szakemberhiány, a szakképzett utánpótlást saját képzési programjukkal biztosítják. Nyíregyháza városfejlesztési programjában figyel a helyi vállalkozásokra, mondta Kovács Ferenc polgármester az átadón. A minél jobb infrastruktúrális feltételek biztosítására, a cégek digitális fejlesztésére és a munkaerőbiztosításra is törekszik. A 27 éve működő nyomdaipari vállalkozásnál nem ez az első nagyobb volumenű eszközberuházás. A világpiacra, főként exportra dolgozó cég 2002-ben, 2008-ban és 2014-ben is tudott növekedni. Csak az elmúlt 4 évben 39%-kal gyarapította létszámát, és 24%-kal emelte dolgozói átlagkeresetét. Szabó Tünde sportérfelelős államtitkár látogatott el a József András Oktató Kórház gyermekosztályára hétfő délután. Az olimpikon mesét olvasott a gyerekeknek, sportmúltjáról és olimpiai élményeiről beszélt. Méghozzá azzal a céllal, hogy történetei erőt és kitartást adjanak a kis betegeknek a gyógyuláshoz. Idén Nagy Zsuka költő kapta a Ratkó József díjat. A 2006-ban újjászületett elismerés minden évben annak az alkotónak ítélik, akinek munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen, és kötődik megyénkhez. A Ratkó József díjat 1993-ban alapította a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány a Nagykállóban élt költő szellemi és művészi életművének emlékére. A kuratórium tagjai olyan alkotókat ismernek el, akiknek munkássága, esztétikai és erkölcsi értékrendje megkérdőjelezhetetlen és kötődnek a megyénkhez. A díj anyagi feltételeit 2006 óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat biztosítja, emelte ki köszöntőjében Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke. A díj idei kitüntetettje Nagy Zsuka költő, akit a kuratórium képviseletében Karádi Zsolt méltatott a rendezvényen. Úgy gondoltuk, hogy Nagy Zsuka egyfelől a sajátos versnyelvének kialakítása mellett tovább viszi a ratkói hagyományt abban a tekintetben, hogy rendkívül érzékenyen viszonyul a társadalom ellentmondásos helyzetei iránt, ellentmondásos emberi problémái iránt, érzékeny, szociálisan érzékeny bizonyos társadalmi kérdésekre. Nagy Zsuka középiskolai tanár, költő, pályafutását Nagykállóban kezdte. Gyakran kutatott, dolgozott az ottani könyvtárban, azok között a falak között, ahol Ratkó József is. Számára rengeteg sikert hozott a 2017-es év. Megjelent a Küllők Sávok című verses kötete, megkapta a Tokaji Írótábor díját és a Megyei Prima külön díjat is. A legújabb elismerés különösen közel áll a szívéhez. A legszemélyesebb díj és a legmélyebb díj, amit kaptam ebben az esztendőben. Elég súlyosak ezek a díjak. Ugye, aki követi az életemet most, az látja, hogy el vagyok halmozva elismerésekkel. Nagyon méltó dolog ez, és nagy-nagy szorongással is tölt el, és nagyon köszönöm a szűkebb hazámnak, hogy ennyire megbecsül, és remélem, hogy méltó leszek a következőkben is ezekre az elismerésekre. A díjátadást követő beszélgetésben Karádi Zsolt, Kürti László költőt idézve elmondta, Nagy Zsukával a kortárs irodalomban komolyan kell számolni.
A világhírű Chicago című musical olvasó próbái kezdődtek el a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. A darabot először 1975-ben mutatták be New Yorkban, majd számos teátrum is műsorára tűzte, valamint megfilmesítették. Az 1920-as évek romlott amerikai világát Nyíregyházán először 2018. január 20-án láthatja majd a közönség. Kezdődtek a világhírű musical a Chicago olvasópróbái a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban. Az 1975-ös New Yorki bemutató után sorban dolgozták fel a teátrumok a darabot a világ számos pontján. 2002-ben a filmes változata is óriási sikert aratott Renée Zellweger és Catherine Zeta-Jones főszereplésével. 2003-ban 3 Golden Globe-díjat és 6 Oscar-díjat is nyert a film. Szőcs Artúr rendező elérkezettnek látta az időt, hogy a nyíregyházi közönség is megismerje az 1920-as évek Amerikáját. Nekem ez egy kedves emlék, valamikor régen, amikor készültem felvételizni az egyetemre, akkoriban pont a Kuti Patriciáik akkor voltak végzősek, ezt a musicalt játszották az Audrey színpadon, és emlékszem, sokat láttam azt az előadást, aztán később is még sokat külföldön is. A musical nem csak a rendező számára különleges, a színészekhez is közel áll a karakterük. Kosik Anita az egyik főszereplőt, Velmát alakítja majd, aki a történet elején egy ismert, befutott sztár. A Chicago az olyan, mint amit konkrétan a Velma, úgyhogy nekem írták volna, hogy tessék, itt van a kedvenc zenei stílusod, itt van, lehet ebben topzódni, jönni, menni, énekelni, ilyesmi. Ő maga, az, hogy egy gyilkos, kettős gyilkos, az viszonylag távol áll tőlem, de majd túlteszem magam rajta. A másik főszereplő, Roxy szerepét az Örkény Színház fiatal művésze Zsigmond Emőke alakítja majd. Az a fajta ambiciózus törekvés azért, hogy az ember az életben valamit elérjen, az szerintem mindenkiben benne dübörög, hogy valamit el tudjon érni, hogy figyeljenek rá. Ez mindenki szeretné, hogy figyeljenek rá. A tánckar és a zenészek lassan 2 hónapja próbálnak. Az évad legnagyobb produkcióját 2018. január 20-án láthatja először a nyíregyházi közönség. A Győr látogatott a Kisvárdához vasárnap a labdarúgó NB2 21. fordulójában. Kondás Elemér együttese győzelemmel szerette volna zárni az évet, de végül 3-1-es vereség lett az idei utolsó mérkőzés vége. A vendég Győr számára indult jobban a találkozó, a hétközi edzésektől és a havas esőtől meggyötört pályán. Rögtön a 6. percben megszerezték a vezetést. Egy hosszú indítás után Szántó húzott le az alapon, alig középre passzolt labdája után nem sikerült felszabadítani, Erdélyi László pedig közelről a kapuba pofozta a labdát. A Kisvárdának kellett kis idő, mire magához tért. A 34. percben Heffler végezhetett el szögletet a bal oldalról, beadását Horváth Zoltán estében lőtte 6 méterről a kapu közepébe. A csatár ezzel a találattal egy hosszabb gólcsend után megszerezte idénybeli 10. találatát. A félidő hajrája még hozott izgalmakat. A 45. percben ismét Szántó kapott egy hosszú indítást, egy az egyben vitt a zöldesire, aki mellett sikerült is ellőni a labdát, a kapus azonban ütközött Szántóval, a játékvezető pedig befújta a büntetőt. A labda mögé Zamosni állt oda, zöldesi pedig javította hibáját, és a bal oldalra megeresztett lövés sikerült kiütnie. A második félidőben hiába támadott a Kisvárda, az előny megint a Győrhöz került. A 61. percben bal oldalról szállt középre a labda, Kovács Krisztián kapta a túloldalon, tolt egyet rajta, majd az 5-ös sarkáról leadott lövése zöldesi has alatt a rövid sarokban landolt. A Kisvárdon nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, a 91. percben azonban a vereségpecsét elődött meg. Mondhatni szokás szerint Szántó robogott el a bal oldalon, középre adott labdáját pedig a menteni igyekvő Papucsák juttatta a saját hálójába, így 3-1 lett a mérkőzés vége a Győr javára. Tudtuk, hogy a Kisvárda erőssége a felívelés, az erős, magas játékosaik voltak, nagyon nagy küzdelemre késztettek bennünket, mi meg a saját eszközeinkkel próbáltuk a saját játékunkat játszani. Nagyon örömteli, hogy sikerült szép gólokat szerezve megszerezni ezt a győzelmet. Külön öröm még a fiatal játékosaink teljesítménye. Én azt mondom, hogy a csapat
mindent megtett a mai mérkőzésen. Nyilván egy kicsit már fejbe fáradtabbak voltak a játékosok. De egy nagyon szép őszt zártunk tulajdonképpen. Nyilván nem így szerettük volna, legalább az X az megérdemelte volna a csapat. Azt mondom, hogy a csapat a 21 mérkőzésből olyan mennyiségű pontot szerzett, ami dicséretet érdemel mindenképpen a játékosok felé, és az, hogy kétszer kaptunk ki, hát ez a rosszabb, vagy hát mindegy, mert a vereség az mindenütt rossz, de hogy ezt mind a kétszer hazai pályán sikerült elérni. De mondom, ilyen irreális körülmények között itt bármi előfordulhat ezen a mérkőzésen, úgy is mentünk ki a találkozóra, hogy itt bármi lehet. Ilyenkor ez nem teljesen mérvadó, hogy az eredmények tekintetében, hogy milyen eredmények születnek, mert itt úgy érzem, hogy ma az ellenfelünknek volt inkább szerencséje. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A minőség megőrzése és a magyar mézek piacra juttatása most a legfontosabb feladat, mondta el híradónknak Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az előző támogatási ciklushoz képest 15%-kal több, azaz évi 4,7 millió eurót kap az ágazat. Ismét az egyház tulajdonába kerül a Tokaji Szent Miklós Ortodox templom, hangzott el a Magyar-Orosz Barátságnapi ünnepségen. Az ortodox épület korábban a görög-katolikus egyház, majd az önkormányzat tulajdona lett, mintegy 100 év után kerül vissza az építtető egyházhoz. Akár 200-ra is emelkedhet a Colorpack Kft. Dolgozói létszáma a következő évek fejlesztési programjának köszönhetően. Ennek első lépése, hogy egy olyan gép vásárlására nyert támogatást az üzem, amely a papírlap mellett műanyaggal és fémmel bevont anyagra is képes nyomtatni. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Kezdetben erős déli áramlással, alacsonyabb nedvesség tartalmú, igen enyhe levegő érkezik térségünk fölé. Kedden egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor eleinte helyenként még előfordulhat. A déli szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, főleg a délutáni esti óráktól eső, zápor várható, a déli szél sokfelé erős lesz, majd északnyugatira fordul. Délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, egyébként melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak időnként süthet ki a nap. Többfelé, illetve több alkalommal kell számítani esőre. A hét közepére kissé hűl, pénteken átmenetileg melegszik a levegő, majd a hétvégén több fokkal visszaesik a hőmérséklet.